Szeretettel köszöntöm a televízió kedves nézőit a Lélekemelő című vallási műsorunk kezdetén. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Lélekemelőben a Szentírást olvasva próbálunk önmagunkban valamiféle szemléletbeli változást előmozdítani. Az evilági dolgok, a mindennapi feladatok, az anyagiság vonzásában megkíséreljük, hogy a természet felettére figyeljünk. Ez a cím, amelyet műsorsorozatunk sorozatunk visel, én már szerintem már legalább nyolc esztendeje, erre a szemlélet változásra késztet bennünket. Azért vagyunk együtt, adásról adásra, hogy közösen gondolkodva a Szentírás üzenetét olvasva, átgondolva, megbeszélve, lelki dolgokkal is foglalkozzunk. Nem szószaporítás a Biblia elemzése, illetve amikor a képzettársítási folyamataink ide-oda elkalandoznak, nem azért van, hogy kitöltsük a műsoridőt, hanem azért, hogy egyre árnyaltabban, egyre gazdagabban értsük a Biblia üzenetét, hogy formáljuk a gondolkodásunkat, lelkiségünket, a lelki ismeretünket, és ezáltal igyekszünk jobb emberré válni, és az élet különböző területein is hívő. Ha tetszik, Krisztus hívő, más szóval keresztény megoldásokat találni. Ez tehát ennek a műsornak a szándéka. Így tehát most, amikor folyamatosan János evangéliumát olvassuk, és immár átléptünk az ötödik fejezetbe, itt a Béna meggyógyításáról olvashatunk, amely éppen egy szombati napon történt. Sok mindent elemeztünk már ebből a szentírási szakaszból. Mindig vannak újabb témák és újabb üzenetek, amelyeken el tudunk gondolkodni. Már maga a cím, amely tudjuk, hogy nem a szentírás része, hanem a Biblia szerkesztőinek a megfogalmazása, a béna meggyógyítása szombaton, már ez is felveti a bénasságnak a kérdését egyrészt, másrészt pedig a szombati napnak, a nyugalomnak a kérdését, a nyugalom fontossága, a pihenés, az erőgyűjtés a szükségessége ezek mind olyan témát jelentenek, amelyekről érdemes közösen elgondolkodnunk. Mielőtt a Szentírási szöveg boncolgatásába kezdenénk, a Béna állapotnak a jelképrendszerét szeretném átgondolni a kedves nézőinkkel, ugyanis a bénaság valójában nem csak egy testi fizikai állapot, és nem csupán emberi sajnálatos fogyatékosság vagy feladat, hiszen aki ilyen problémával és ilyen testi nehézséggel küzd, az egyúttal nagyon fontos feladatot is vállal, hiszen küzd a létéért, az értelmes életéért, és milyen sokan, milyen, mennyire tiszteletre méltó, amikor bizonyos bénaságban szenvedő embertársaink igazolják, hogy mire képesek, és a bármennyire is fogyatékosságnak nevezzük a nem tökéletes állapotot, tehát amikor valakiből hiányzik valamiféle képesség, akár a testi, akár a szellemi állapotát tekintve, a fogyatékkal élők, talán ez a helyesebb megfogalmazás, nagyon sok értéket tudnak átadni azoknak, akik nem élnek fogyatékkal, hiszen sokkal több a küzdőképességük, sokkal nemesebb eredményeket tudnak sok esetben elérni, mint azok, akik úgy gondolják, hogy minden természetes, természetes, hogy épek, egészségesek, és ugyanakkor elhanyagolják az élet feladatait, vagy, vagy kevésbé küzdőképesek az élet dolgaiban. Így tehát a Béna kifejezés nagyon sok ehhez hasonló gondolatot felvet számunkra. Milyen szép az karácsony előtt szoktak bizonyos alapítványok részéről képeslapokat küldeni, amikor a fogyatékkal élők, akár lábukkal, akár szájukkal azt használva ezeket a testrészeiket, képeket festene, képzőművészeti alkotásokat hoznak létre, mennyire tiszteletre méltó és mennyire követendő példa, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy a pillanatnyi állapotunknak és lehetőségeinknek megfelelően minél többet megtegyünk az élet dolgaiban, nem akarom azt mondani, hogy kihozzunk magunkból, Mindenkinek megvan a maga küldetése, megvan az a feladat, amit Isten nekünk szán, és természetesen az erőnkhöz és az adottságainkhoz képest kell a legjobbat kihozni magunkból. Ez nem könnyű feladat, és talán éppen a nehezebb sorsúak tudják ezt szépen igazolni, küzdeni kell. Azért, hogy értékeinket a másik ember és a világ javára, a hívő ember pedig hozzáteszi, hogy Isten dicsőségére tudjuk fordítani és kihozni magunkból és kamatoztatni azokat. A bénaság talán inkább azokra vonatkozik, akik ezt nem vállalják. És így áttérünk. Egy látszólagos ellentmondás elemzésére, ugyanis, mint látjuk, sokszor akik testi fogyatékkal élnek, küzdőképesebbek, tehát kevésbé bénák, mint akik teljesen egészségesek lehetnek, és mégis hiányzik belőlük a küzdőképesség. Tehát itt egy belső. Cselekvés, képtelenség, vagy lassúság, vagy tehetetlenség, vagy, vagy lomhaság jellem, jellemezheti az embert. Itt nem konkrét személyekről beszélünk, hanem emberi lelki állapotokról, és testi állapotokról, és az emberi magatartásoknak a megoldásairól. Tehát aki egészséges, annak vigyáznia kell arra, hogy ne legyen belülről béna vagy tehetetlen. Milyen sokszor úgy fogalmaznak az emberek, hogy megmagyarázzák, hogy mit, miért nem lehet megtenni, vagy minek miféle akadályai vannak. És nem azt keresik, nagyon sok esetben embertársaink, hogy mit, hogyan tudunk megoldani, hogyan tudnánk, az eszközeinkkel, a rendelkezésünkre álló eszközökkel a lehető legtöbbet, legjobbat megoldani és megvalósítani. Milyen sokszor elég egy kicsi akadály ahhoz, hogy valaki feladja a küzdelmet, és arról kezdjen magyarázkodni, hogy miért nem tudja azt a feladatot megcsinálni katonavicekben szokott ez előfordulni, bár ez ma már kiment a divatból azóta, hogy hosszú ideje nincsen sor katonai szolgálat Magyarországon, de mi még éppen annak idején, annak éppen 40 esztendeje már, hogy ezt a szolgálatot végeztük, és akkor a katonavicek sorában a parancsok teljesítése, megmagyarázására, tehát annak a kifejezésére, hogy nem szabad a parancsot fontolgatni, vagy megtagadni a katona életben, hanem egy parancs az parancs. Ott nincs kérdés, hogy miért nem lehet végrehajtani a lehetetlent is, és a viccek so sokassága erről szól. Tehát most lehetne idézni vagy sorolni bizonyos lehetetlen feladatokat, hogy, hogy miért nem zöld a fű, és miért, miért, éppen, miért szárad ki a fű, és hogyan lehet egy zöld gyepet csinálni. Hát találja fel magát a a ah, az ember, tehát akkor fessük le a füvet, a sárga füvet zöldre, tehát ha nem zöld a gyep, akkor be kell festeni. Tehát ezek mind ilyen emberi lehetetlenségeket hordozó helyzetek, amikor mondjuk a katonavicekben a lehetetlen megoldására kell törekedni. Nekem az egyik parancsnokom például egy olyan feladatot adott, hogy tojást toljak. Lehet, hogy ezt már elmondtam valamelyik adásban itt a lélekem előben. És nyilván hát emberileg ez lehetetlen, hogy valaki egy tyúk tojást toljon. Hát ki kellett találni ennek a módját, és ekkor volt az, hogy mit volt mit tenni, el kellett menni egy a, a konyhára, és baráti kapcsolatok révén tojást szerezni. Azt beletettem a katona sapkámba, aztán újságpapírból bizonyos ilyen alom került a tojásokra, és elrejtettem a papír alá az ott lévő tojásokat, ez nem egy bűvész mutatvány volt, hanem egy katonai parancs teljesítése. És aztán úgy fölé kellett gubbasztani, vagy guggolni, majd pedig... Bizonyos kotkodáló hangokat és szárny verdeséseket produkálni, amit hát igyekeztem megtenni. Ez természetesen nem a megalázásnak volt a feladata, hanem egy meglepetésnek az előkészítése. Majd elmondom, hogy mi is volt ez. Akkor meg, megcsináltam ezeket a, a tyúkanyóra vonatkozó illusztrációkat. És aztán a parancsnokom kérdezte azt, hogy na de hol a tojás? Hát nyilván, mikor fölkeltem a sapka fölül, ami, amelybe elrejtettem a tyúktojást, akkor szépen előbányáztam a papír alól, és lám, ott volt a tyúktojás. Na, hát erre a leleményességre volt szükség, hogy aztán, ha jól emlékszem, vagy egy karácsonyi, vagy egy húsvéti hosszú szabadságot kaptam, ennek a megviccelő feladatnak a nyomában. De ez is egy példa arra, hogy hát mindenki mondhatná teljes normális észszel azt, hogy ember létére nem képes tyúktojást tojni, de ha már valami tréfáról vagy netán egy ilyen parancsról van szó, akkor is meg lehet találni a módját, hogy, hogy előkerüljön a sapkából hanem is bűvész mutatványként, de előkerüljön a tojás. Ez a bénasság. Szokták mondani gúnyolódó, megbélyegző jelzőként valakire azt, hogy béna, amikor tehetetlenkedik, vagy ügyetlen, és, vagy nem akar valamit megcsinálni, és szokták az ilyen tehetetlenséget bénaságnak is nevezni. Tehát most nem csak szó elemzésképpen, hanem inkább hitbeli megközelítéssel javaslom a kedves nézőinknek, hogy a béna kifejezést gondoljuk át az életünkben. Legfőképpen olyan vonatkozásban, hogy amit az Isten kíván az embertől, azt nem csak hogy illik, hanem kötelesség megtenni. Nekünk keresnünk kell azt, hogy mit kíván tőlem az Isten. Lehetetlen nem. Ő nem kívánja azt például, hogy csúkdöjást toljunk, de azt, hogy amire mi emberek képesek vagyunk, amire adottságaink vannak, és lehetőségeink nyílnak. Ezt igyekezzünk megtenni természetesen, átgondolva a feladatot is, és azon gondolkodva, azt keresve, hogy mit kíván tőlem az Isten. Tehát ne legyünk bénák, és vegyünk példát azokról, akik esetleg testi fogyatékaikkal élve korlátozottabban tudnak cselekedni, és mégis sokkal többre képesek, vagy nagyobb a lelkesedésük az élet dolgaiban, mint azoknak, akiknek kényelmesen és egészségesen telik, vagy telhet az életük. Tanuljunk tőlük, és mielőtt tovább mennénk, a másik fogalom átgondolására, a szombat, a nyugalom fogalmának átgondolására tartsunk rövid szünetet. Nézőink, most folytatjuk a lélekemelő című vallási műsorunkat. A béna meggyógyítása szombaton János Evangéliumának 5. fejezetében olvassuk ezt a történetet, az első 18 versben. Az eseményeket felolvastam már többször is, átgondoltuk, többségében a fel Ismerhető mozzanatokat és a fontos üzeneteket. Most ismét visszatérek ehhez a címhez, amelynek az első szavát valóságosan is és jelképesen is átgondoltuk a mai adás első részében. Most a szombatra vonatkozóan fontoljuk meg a nyugalomnak a szempontjait és üzenetét. Először, még mielőtt a nyugalom kérdésére térnénk, arra is figyelnünk kell, hogy miként kell vagy lehet egy szabályt megtartani. Abban a tekintetben, hogy vannak törvények, előírások, követelmények, szabályok az ember életében, és ezek mind az együttélés érdekében születnek a közösség, a társadalom fontos szempontjai szerint csak azt kell mondani, hogy a törvénynek mindig van betűje és szelleme. Természetesen nem térhet el az ember a törvénynek a leírt szövegétől és betűjétől, de az is kevés lenne, ha csak valaki a, csak a betűnek a fontosságát hangsúlyozna, és arra törekedne kicsit szögletesen, vagy így keretesen, hogy megtartsa az előírást annak a szó szerintiségében. Egyébként hozzá kell tennünk, hogy a törvényeknek, szabályoknak szelleme is van, és itt két dolgot kell általában kiemelnünk, mégpedig azt, hogy annak a szabálynak, a törvénynek az alkotója milyen szándékkal hozta azt a törvényt, tehát a törvényhozó szándéka nagyon fontos, és a másik, hogy miként válik a, a szabály megtartójának a javára, gazdagodására, védelmére, miként válik. Tehát egy szóval a javára az adott szabály, a rendelkezés, a törvény, most mindegy, hogy milyen szóval illetjük. És itt, ezt már elmondtuk az isteni törvényekről is, természetesen, hogy az isteni törvényeknél is a törvényhozó szándékára kell figyelnünk. Amennyiben isteni törvényről beszélünk, akkor ott van az isteni törvénynek a meghozója, meg alkotója, az pedig Isten. Isten számára, illetve a Jó Istent megismerve, és az ő szándékait is feltárva az ő törvénykönyvéből, a Bibliából, az, az, a Biblia egészéből, ha tetszik. Megismerhetjük az ember javát, az ember életét, az ember boldogságát akaró, jóságos, szerető Atyának a legnagyobb jó hogy az ő törvényei az ember boldogulását és boldogságát szolgálják. És természetesen, amikor az isteni törvényeket elemezzük, akkor mindig meg tudjuk azt is határozni, hogy hogyan válik ez az ember javára és milyen jó, hogy van ez a törvény, és be kell látnunk nekünk a törvény alkalmazóinak és betartóinak, hogy a mi javunkat szolgálja az, hogyha egy-egy törvényt megteszünk. Hozzá kell tennem zárójelbe helyezve azt, hogy amikor emberi törvényeket teljesítünk, emberi szabályokról gondolkodunk, akkor nyilvánvalóan ezt összhangba kell hoznunk az isteni törvényekkel és isteni szándékkal, és nyilván, hogy csak olyan emberi törvényt vagyunk kötelesek, Megtenni, amelyek ez összhangban vannak az isteni törvényekkel. Mert lehetnek olyan evilági törvények, lehetnek olyan társadalmak, olyan törvényhozók, lehetnek olyan diktatúrák, amelyekben az ember ellenes, az ember java ellen megnyilvánuló vagy késztető törvények születnek, és természetesen, olyan is előfordulhat, hogy kifejezetten az isteni törvényekkel ellentétes emberi törvények születnek itt vagy ott a nagyvilágban. A törvényhozó szándékát hozzá kell tenni a törvény megtartásához, és nyilván mindig el kell bölcsen, emberileg is gondolkodnunk azon, hogy egy törvénynek, mi a szándéka? És miként válik ez az ember javára? Mindig a közlekedési szabályokat szoktuk ilyen esetben figyelembe venni és idézni, vagy azoknak a hatásait. Nyilvánvaló az, hogy a közlekedési jelek, a forgalomban lévők, a közlekedők érdekeit kell, hogy védjék, és a békés és a biztonságos, ez még fontosabb szempont, tehát a biztonságos útonlevés, célbaérkezést, vagyis a közlekedést kell előmozdítaniuk a közlekedési szabályoknak. Nyilván vannak olyan helyzetek, amelyekben úgy látjuk, hogy kevésbé érvényesülnek az előbbi szempontok, vannak átmeneti megoldások, átmeneti jelek, de azokban is föl kell fedeznünk azt, hogy mégiscsak az úton lévőknek a biztonságát szolgálják. Hát nyilvánvalóan most, mivel ez az adás, ennek a felvétele augusztus 20-án, illetve a 20-ai ünnep közelében, Történik És az augusztus 20-ai élményeim vannak most még a, a tudatomban. Például, amikor megindul a, a Szent Jobb körmenet a Szent István Bazilikától, akkor megváltoztatják a közlekedési szabályokat, és le vannak bizonyos utak zárva hogy a körmenet biztonsággal haladhasson, de mindig megfigyelem azt, hogy az út biztosítva van, ott megy a, a sok pap, apácsa, világi hívő, és aztán körülvesszük Szent Erekénket, Szent István király jobbját, ott mennek a főpapok, kísérik, és hát biztonsággal, gördülékenyen halad a menet előre, de érdekes, ezt mindig megfigyelem, hogy a közlekedési lámpákat nem kapcsolják ki. Tehát azok ugyanúgy működnek, mint hogyha rendes forgalom zajlana ott azon a útszakaszon. Tehát ettől függetlenül, hogy látja az ember, hogy hol pirosra vált a lámpa, hol zöld, hát nyilván a körmenet nem igazodik ehhez a módosított, szabályrendszerhez, annak ellenére, hogy pirosra vált a lámpa, és nem állunk meg a piros lámpánál. De nyilván ez a körmenetnél egy más szabályrendszer, de azt is megfigyeltem, hogy például a, az Arany János utcai metró megállónál, onnan szoktuk általában megközelíteni a bazilikát, amikor megközlekedéssel érkezünk oda. Ott is átváltott a lámpa, és sokan álltak, mert hát szabályosan akartak közlekedni, megálltak a piros jelzésnél, legalábbis itt most a gyalogosokra gondolok. Ugyanakkor láttam, hogy a körmenet miatt, meg egyéb okokból a forgalomtól el van zárva az útnak az a szakasza, ami miatt meg kellene állni a forgalom miatt a piros lámpánál, tehát ilyenkor az ember most nem játsz el az, az, az engedelmes szabálykövető embernek a, a fegyelmezettségét, hanem észszerűen kell gondolkodni, hát látjuk, hogy abból az irányból most egy-két órán belül nem fog jönni gépjármű, tehát ott ugyanúgy az ember akkor piros vagy zöld, mindegy, új helyzet van, a szabályok az ember érdekét, Szolgálják. Tehát senki nem akarja készt, kényszeríteni. Az úton lévőket arra, hogy egy két percig csak álljon azért, mert úgyse fog jönni egy jármű sem, csak még mindig úgy működik, rendesen az, a, az üzemszerűen a közlekedési lámpa, hogy egyébként. Ezek olyan esetek, amikor azt mondja az ember, hogy az emberért vannak ezek a szabályok, és nem mi vagyunk a piros lámpáért, ahogy Jézus mondja, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Ezek mind olyan szempontok, olyan kérdések, amelyek például megmagyarázzák a szombati nyugalom kérdését itt az előttünk álló szentírási szakasznál. Jézus szombaton gyógyított, a béna ember Jézus biztatására fogta az ágyát és vitte magával, ezzel a béna is megszegte a szombati nyugalmat Jézus szavára. Ha úgy tetszik, terhet cipelt egy olyan napon, amikor a kicsinyessé vált törvénykezésben, tehát az írás tudok aprólékos törvény értelmezése szerint, hát nem vihette volna az ágyát, nem cipelhetett volna, terhet ez az ember. Jézus pedig szombati nap ellenére, a szombat ellenére gyógyított, tehát ő is egy olyan tevékenységet tett, ami ellenkezik a szombati nyugalommal, hiszen más helyütt, amikor szombati gyógyításról olvasunk az evangéliumokban, akkor arról van szó, hogy az emberek is megkapják a magukét, amik, akik gyógyulni akarnak, hogy elég napotok van, hat napotok van a munkára, és miért nem akkor akartok meggyógyulni. Tehát ezek is mutatják, hogy van a törvénynek kicsinyes, betű szerinti értelmezése, és van egy nagy lelkű, a törvény szelleméhez igazodó értelmezése, amikor a törvényhozó szándékát, illetve az ember javát keressük a szabályokban, előírásokban, amelyeket természetesen meg kell tartanunk, de nem lehet embertelen és nem lehet ember ellenes a törvény, pusztán azért, mert kicsinyes és betűszerinti szerinti értelmezéséhez akarunk ragaszkodni. Ismét rövid szünetet kell tartanunk. nézőink! A Lélekemelő című valási műsorunk mai adásának harmadik részéhez érkeztünk. A béna meggyógyítása szombaton. Ez itt a kérdés. A szombat kérdése, a nyugalom kérdése, amelyről tudjuk jól, hogy az ember javát szolgálja. A tíz parancsolatban a szombatra vonatkozó, az úrnapjára vonatkozó parancs, a harmadik parancs, valóban Istenre utalva kívánja meg a hetedik nap megszentelését, a hatnapos teremtés történet leírása szerint, miután az úr befejezte a teremtő művét, megpihent a hetedik napon, erre hivatkozik a törvénymagyarázat, azért kell az embernek is megpihennie, és a harmadik parancs is azért születik meg az ember javára, hogy az ember is pihenjen. És nem vitathatjuk, hogy szükségünk van a pihenésre, a nyugalomra. Nem lehet túl feszíteni az erőinket. Nem lehet szakadatlanul dolgozni. De Nyilvánvaló az, hogy az emberképünket és az emberi szükségek vagy igények fontosságát vetítjük rá az Istenre. Nyilvánvalóan oda-vissza értelmezhető az utalás, hogy azért kell megpihenni, mert az Úr megpihent a hetedik napon. Egyébként nyilvánvaló a Szentírás szerzői, ilyen emberképű módon mutatják be a Teremtő Istent, hiszen nem történeti leírásról van szó a hatnapos teremtés történetben, hanem ennek eszmei mondani valója, üzenete van, és hit igazságot akar közölni a teremtés történet arra vonatkozóan, hogy Isten teremtette a világot, és rávetíti a Szentírás az Teremtő Úrra, hogy lám Hat nap után megpihent az úr. Aztán visszavetítjük az úr pihenését az emberre. Oda-vissza történik tehát az utalás, mint említettem, mert éppen erre hivatkoznak a törvénymagyarázók és a törvénymagyarázatok, hogy mivel az úr megpihent a hetedik napon, ezért az embernek is vállalnia kell a hetedik nap nyugalmát, meg kell pihennie de tudjuk jól, hogy ezt az emberi életritmus, az emberi szükségekből adódó felismerés késztette ezt a, nyilván ezt a parancsot, vagy ennek az értelmezését az ember oldaláról kell megközelítenünk, mert az végképp helytelen lenne, ha arra gondolnánk, hogy a végtelen mindenható Isten elfáradt volna, és azért kellett, hogy a hatodik nap után, a hetediken megpihenjen. Hát, nyilvánvalóan ez képtelenség lenne ebben a megközelítésben Istenről beszélni. Az ember Istenből eredezteti ennek az egyensúlynak, ennek az összhangnak a fontosságát, hogy az embernek meg kell pihennie. Istennek nem kellett volna megpihennie, nem kellett volna töltekeznie ahhoz, hogy aztán egy újabb hetet elkezdjen, és nekünk embereknek van erre szükségünk, hogy megpihenjünk, és erőt gyűjtsünk. A logikai alapelv azt mondja, hogy senki nem adhatja azt, amilyen nincs. Mindenki csak azt adhatja, amilyen van. Azt szoktuk mondani, hogy amikor az ember elfárad, amikor valamit végtelenül, hosszan tesz, amikor már szinte futószallagszerűen végzi a tevékenységét, és nincs vége a feladatoknak és folyamatoknak, akkor az ember kiüresedik. Na már most egy kiüresedett ember nem képes arra, hogy adjon, mert ha üres, akkor mit ad magából? Tehát ez természetesen fontos, hogy adjunk magunkból, tehát töltekezzünk. A nyugalom az nem tétlenséget jelent, a nyugalom napja a töltekezés napja és a szeretetben való töltekezésé. Annak a feladatát adja, hogy egymást is képesek legyünk elfogadni, egymásra is tudjunk időt szánni, tehát magunkat oda tudjuk másoknak ajándékozni. Ehhez pedig időre van szükség. És Utána pedig, ha az ember töltekezik, akkor aztán a további napokon képes lesz arra, hogy magát tudja adni, vagy magából tudjon valamit adni. Ez tehát a szombati nyugalomnak a szükségessége és fontossága. És ezért, ahogy az én védőszentem is Borromeo Szent Károly figyelmeztet, én magam is ezt sokszor megfontolom, hogy vigyázz, hogy annyira szét ne oszt magadat, mondja Szent Károly a papjainak, hogy aztán végül önmagadból, önmagad számára nem maradjon semmi. Tehát az embernek önmaga számára is kell értékeket őriznie, és biztosítani valóban a töltekezést, a nyugalmat. Mert aztán így leszünk képesek arra, hogy adjunk. Egyébként azt a szeretet parancsot sem értenénk meg, hogyha ez nem lenne világos vagy fontos számunkra, hogy meg kell adnunk magunknak is azt, ami jár. Ez valóban ez a szombatnak az igénye. Tegyük hozzá most már a keresztény ember életében ez a vasárnapra vonatkozik, mert mi már az Úrnapját vasárnapon ünnepeljük. De ez azért is fontos, mert ekkor tudunk önmagunknak adni valamit, és a szeretet parancsa oly mértékben kívánja meg az embertársaink szolgálatát és szeretetét, amennyire önmagunkat is szeretjük. Szerest fele barátodat, mint önmagadat. Nem értenénk ezt a parancsolatot, a szeretet parancsát, a legfőbb parancsot, Hogyha ne, nem gondolnánk arra, hogy önmagunk felé is vannak kötelezettségeink, önmagunknak is meg kell adnunk azt, ami jár magamnak, többek között a nyugalom, a töltekezés, a pihenés, az erőgyűjtés, hogy aztán adni tudjunk önmagunkból. Ezek a gondolatok számomra fontosak itt a János Evangélium. 5. fejezetének olvasásánál, mégpedig, hogyha a, az 5. fejezet csoda történetét elemezzük, a béna meggyógyultott a Bethesda fürdőnél, és olvassuk a, a 9. verstől kezdve, azon a napon pedig szombat volt, és ezért a zsidók azt mondták a meggyógyított embernek, szombat van, nem szabad az ágyadat vinned. Bizonyára a 38 év óta beteg ember gyógyulása elég nagy feltűnést kelthetett, és bizonyára ezek között is, akik ezt a, ezt a mondhatnánk embertelen megjegyzést, vagy, vagy az örömhiányától szenvedő megjegyzést tették, Hát ismerhették ezt a meggyógyult embert. Hát Nem ez lett volna az első felismerés, hogy vagy megbélyegző gondolat, hogy szombat van és miért viszed az ágyadat. Örülhettek volna vele, vagy együtt érezhettek volna az örömével, vagy csodálkozhattak volna, hogy na lám, hát ez eddig itt feküdt bénán, most meg csak úgy járkál itt előttünk, sőt, viszi az ágyát. Nyilván Szent János Apostol szerkesztésében, leírásában ezek az ellentétek és ezeknek az ilyen szélsőséges megfogalmazása, ez már egy későbbi tapasztalatból indul ki, már annak tudatában is, hogy az első század végén már az egyház és a világ kapcsolata, az egyház és idóság kapcsolata az is felveti, a szombat kérdését és az ebből adódó feszültségek jellemzőek ebben az együttélésben és ott a Biblia kialakulásának évtizedeiben. Nyilvánvaló ez is, de ha csak a történetet magát nézzük, éppen azért meghökkentő az evangélium leírása, mert mi azt várnánk, az események sorában, hogy ez a beteg béna ember végre meggyógyult, hát örüljön vele mindenki. Nem, a szombati törvényt hozzák elő, a zsidók, nyilván itt most kifejezetten a, a törvényhozókra, a törvénymagyarázókra, a vallási vezetőkre, gondol az evangélium, vagy az evangélista, ők megbélyegzik evel a megjegyzéssel a béna embert, a meggyógyult embert, na lám, nem tartja meg a törvényt, nem szabad vinnie az ágyát. Ő pedig hivatkozik arra a valakire, aki ura a szombatnak is, hiszen elmondja, hogy aki meggyógyított, azt mondta, hogy, hogy fogd az ágyadat és menj. És aztán ki az, aki meggyógyított? Hát az ember nem tud erre válaszolni, mert ő maga viszont örül annak, hogy végre segítséget kapott, de aztán elmegy a templomba, mert nyilvánvaló neki ez az első legfontosabb dolog, és hitbeli felismerése, hogy 38 éve béna voltam, és már most hirtelen meggyógyultam. Hát kinek kell hálát adnom? az Istennek. Miért megy az Isten házába? Hogy hálát adjon. Ki az, aki gyógyíthat? Hát az Isten. Tehát kihez kell fordulni a hálaadással? A jó Istenhez. Ezt meg is teszi. És aztán akkor ott a templomban találkozik újra Jézussal. Jézus pedig azt mondja, én -e meggyógyultál többé már ne vétkezne, hogy valami rosszabb történjék veled mint ismeretes, a korabeli gondolkodás összefüggésbe hozta a betegséget a korábbi bűnnel. A betegséget úgy értelmezték, hogy az büntetése valamiféle bűnnek. Nem egyszer megkérdezik Jézust, hogy kivétkezett ez az ember, ez a két beteg, vagy a szülei, vagy felmenői. Tehát a büntetést át lehet örökíteni, és nem mindig azt szenvedi el, aki vétkezett. Jézus egyébként nem ezt a felfogást támasztja alá, nem szabad félreértenünk Jézus megjegyzését, mi szerint arra hivatkozik, hogy meggyógyultál, és menj ne vétkezzél, tehát ő nem azt hangsúlyozza, hogy hú, micsoda bűnös voltál, és örülj, hogy most megszabadultál a betegségettől, és nehogy aztán újra rossz legyél, újra vétkezzél, hogy még nagyobb a essen, bár ez hangzik itt el, de nem ez az értelme, hanem Jézus éppen az ő lelki hatalmát akarja hangsúlyozni, nem a bűn és a betegség közötti összefüggést hangsúlyozza, és ennek az elvét vagy korabeli gondolkodását akarja alátámasztani, hanem arra utal Jézus, hogy ő a léleknek a gyógyítója, és ne azon csodálkozzam, hogy annak örüljön ez a meggyógyult ember, hogy a testi betegségéből kigyógyult, hanem annak, hogy a lelke számára is van gyógyulás, és a lélek tisztaságát őrizze meg, mert most még lehet, hogy egy pár évig vagy pár évtizedig boldogan élhet itt a Földön, de Jézus nem azért jött, hogy evilági boldogságot adjon, vagy evilági gyógyulásban legyen ő csodadoktor, hanem azért jött, hogy a lelked gyógyítsa. Tehát az ő hatalmát, a lelked gyógyító hatalmát, az Isten lelked gyógyító szeretetét hangsúlyozza ezzel a figyelmeztetésével. Jézus, amikor azt mondja, hogy íme meggyógyultál, többé már nevét kezd nehogy valami rosszabb történjék veled, vagy nagyobb baj érjen téged, tehát rosszabb történjen veled. És aztán jön ez a szombati konfliktus, amiről már hosszasabban beszéltünk, de a történetnek még ez egy nagyon fontos üzenete. Jézus azért gyógyít szombaton, mert ő ura a szombatnak, és a szombat is az ember javát kell, hogy szolgálja. Ő az ember javát adta meg a gyógyítással, és a legnagyobb javát akarja megadni az embernek a lélek gyógyulásának ajándékával, vagyis a bűnbocsánattal. Ahhoz azonban, hogy az ember bűnbocsánatot nyerjen, ahhoz el kell hagynia a bűneit, el kell kerülnie a bűnt és a bűnös életet. Kedves nézőink, ennyi fér bele a Lélekemelő című vallási műsorunk mai adásába. Várom a következő alkalmat, a találkozás lehetőségét, remélem, hogy a kedves nézőink is várják ezt. És majd folytatjuk János evangéliumának olvasását, hogy ebből a gazdag, mély hitbeli üzenetből minél többet értékesíteni tudjunk önmagunk számára. A műsorunk végén Isten áldását kérem minden kedves nézőnk és szeretteik életére. Szeretettel búcsúzom, dicsértessék a Jézus Krisztus!